Sziasztok! Bizonyára ti is hallottátok a hírekben, hogy az óriási erejű Milton hurrikán a közelünkben van, illetve hatalmas erővel fog becsapni várhatóan ma éjszaka hajnalba, és készülünk annak ellenére, hogy a mi megyénk alapvetően nem érintett, de itt is erőteljes szélőkések várhatóak, és esőzés. Kormányzónk Ron DeSantis mozgósította a Nemzeti Gárdát is. Ilyen erősségű, illetve nagyságú hurikánnal még a meteorológusok sem nagyon találkoztak. Sokan azt mondják, hogy ez hatos erősségűként kéne számon tartva, hogy legyen. Tampa városban, hanem a környező megyékben is. Itt várható ugyanis a Milton hurrikán becsapódott. És a legtöbben természetesen ezekben a megyékben most menekülésre kényszerültek. Más megyékben mennek át rokonokhoz, családokhoz, vagy pedig más államokba utaznak. Emiatt az utak rendkívül terheltek, a benzinkutakon rengeteg helyen elfogyott már a benzin. Sajnos a szupermarketekben és az alapvető élelmiszerekből és vízből hiányban üres polcokat látni. Tornádó beszédre hívták fel a figyelmet, azonban Florida más részein élők nem ennyire szerencsések. Tampát például teljesen kiürítették, evakuálni kellett. Itt láthatjátok azokat a részeket, ahol tornádókat észleltek. A tornádó sokkal veszélyesebb, mint a hurikán, nagyobb a töltsére és a szélerőssége, a vonulására, illetve az ékezésére gyakorlatilag nem lehet felkészülni. Itt láthatjátok, hogy milyen rombolást végzett a Milton közben lecsapó hurikánok sorozata. Ez pedig a földetérés pillanata, 8 óra 30 perc, a hurikán szemével középen, Siesta, Sarasota környékén. Is láthatjátok, hogy irányt változtatott a hurikán, ez természetesen kiszámíthatatlan. Itt láthatjátok, hogy Sarasota nyugati része teljesen víz alá került, akár 2 méter mély víz alá is. Itt láthatok egy demonstrációt, hogy mekkora 3 láb víz, majd pedig 6 láb, majd pedig 9-15 láb. Közben Fort Lauderdale-ben is felerősödött a szél, itt láthatjátok a hullámok nagyságából, de minimális ahhoz képest, ami a nyugati parton történik. Ez Sarasotán elhelyezett webkamera a vihar előtti csendről tulajdonképpen, de láthatjátok, hogy erősödik a szél, és nő a nyomás. Hurikán becsapódásának másnapján így nézett ki a hátsó kertünk. Szerencsére semmilyen kárunk nem keletkezett, csak a napernyőt döntötte fel a vihar. Mások Florida nyugati részén nem voltak ennyire szerencsések. Itt láthatjátok, hogy milyen pusztító erejű rombolást végzett a hurikán ezeken a részeken. A vihar után természetesen előbb-utóbb minden visszaáll a normális kerékvágásba. Remélem tetszett nektek ez a videó, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!